2013. július 1-től tartozik az Egri Eszterházy Károly Főiskola fenntartása alá a Sárospataki Comenius kar. Az eltelt időszakban az elsődleges feladat a képzési paletta szélesítése volt, a bővítéshez szükséges feltételek megteremtése. A rektori megbízott közölte, decemberben megjelent felvételi tájékoztató már jól mutatja a pataki képző új irányát, melynek során az alapszakok, a tanító és az óvodapedagógus szakok mellett újraindul a csecsemő és kisgyermeknevelő szak is, de további képzéseket is indítanak Sárospatakon. Ettől talán még jobb az a hír, hogy további három felsőoktatási szakképzésnek a lehetősége kínálkozik majd a felvételire való jelentkezés során. Ilyen a programtervező informatikus, a televíziós műsorszerkesztő és a turizmus vendéglátásnak a felsőoktatási szakképzése. Azt gondolom, hogy ezek is olyan oktatások, amelyek a kar elmúlt 10 éves történetében már valamilyen formában megjelentek. A képzéseknél nagy hangsúlyt fektetnek a helyben meglévő évtizedes tapasztalatra és az egri innovatív megoldásokra. Mivel Észak-Magyarország pedagógus képzésében és továbbképzésében kiemelt szerepet szánnak Pataknak, mesterszakokat is indítanak. Ez a három mesterszak, ha úgy tetszik, egyenes ági folytatása lehet az alapképzésnek a óvópedagógus, illetve a tanítók számára, különösen igaz az a tanítókra. Ez a három mesterszak a család és gyermekvédő tanár, a pedagógia tanár és a tehetségfejlesztő tanár. Ez az első lépése annak, hogy a közismereti tanárképzésben kifejezetten jó pozíciókat elfoglaló egri főiskola fokozatosan Sárospatakon is megjelenítse a programjait. A rektori megbízott azt is elmondta, hogy a közismereti tanárképzés fokozatos fejlesztése során komplex kínálatot nyújtanak, így a tanítóképzésben mind a 10 műveltség területet meghirdették. A jelentkezési határidő ez esetben is február 15-e.